Sziasztok, kedves nézőim! Gyorsan változó korunk elképzelhetetlen repülőgépek nélkül. Minden percben interkontinentális utasszállító és teherszállító repülőgépek, helyi légitársaságok és kis magárepülőgépek szállnak fel és le a világ repülőtereinek kifutópályáiról. Földünk égboltja forgalmas autópályára hasonlít, de van egy hatalmas terület is, amely a repülés térképén teljesen kihaltnak tűnik. Ide vajon miért nem repülnek repülőgépek, ha a légiútvonalak egyébként annyira zsúfoltak? Egy légiközlekedésre alkalmatlan zóna van az Ázsia feletti égbolton. Ázsia rendkívül sűrűn lakott kontinens, kivéve egy nagyon barátságtalan területet, ahol egy Franciaország méretű területen alig több mint 2 millió ember él. Ez Tibet, a világ teteje. A tibeti fennsík a legnagyobb kiterjedésű és a legmagasabban fekvő fennsík a Földön. Területe 1,2 millió négyzetkilométer, átlagos tengerszint feletti magassága pedig több mint 4000 méter. A fennsík felett először a II. Világháború idején próbáltak meg átrepülni. Brit pilóták önként jelentkeztek, hogy katonai rakományt szállítsanak Kelet-Indiából a kínai Kunmingba. Egy 840 kilométeres útvonal alapesetben nem nehézség egy pilóta számára. Az útvonal azonban a tibeti fennsík magas lépcsőin vezetett át, ahol a repülőgépek rendkívül erős turbulenciával és olyan erős széllel találkoztak, hogy a teherszállító gépeket úgy vitte a viharos szél, mint a tolpihét. A japán vadászgépek fenyegetésével párosulva a terület repülőgéppel szinte megközelíthetetlennek bizonyult. A 42 hónapig tartó összecsapások során a Tibet feletti égbolton 594 repülőgép veszett oda. A háború már régen véget ért. A modern repülés úgy különbözik az akkori repülőgépektől, mint rakéta a léghajótól, de a Tibet feletti ég a repülés számára továbbra is megmaradt a holdzónának. Ennek első oka a fennsík tengerszint feletti magassága. A tibeti hegyvonulatok éppen olyan magasak, mint az a magasság, ahol a kereskedelmi repülőgépek repülnek. A hegycsúcsok közötti repülés nagy kihívásokkal jár az ilyen járatok esetében, különösen, ha egy másik repülési kockázattal is párosul. A hegyek magassága és a légiútvonal szintkülönbsége közötti kis különbség miatt megnövekedett turbulenciával. Aki gyakran repül, tudja, milyen kellemetlen érzés belépni ezekbe a hátborzongató rezgésekkel teli abnormális zónákba. A súlyos turbulenciák a repülőgép nyomáscsökkenését okozhatják. A pilótának ilyenkor mindössze 20 perce van arra, hogy 3000 méterre ereszkedjen. Ezután a fedélzeten lévő oxigén elfogy. De hogyan lehet Tibetben ilyen magasságra leereszkedni? Így gyakorlatilag nincsenek ilyen helyek. A térségben nagyon erősek a szelek, különösen északon a tibeti fennsíkon, így a repülőgép szerencsétlenségek lehetősége még nagyobb. Az alacsony hőmérséklet szintén pusztító hatással van, ami a tengerszint feletti magasságnak és a helyi éghajlatnak egyaránt köszönhető. Tibet északi része permafrostos övezetben fekszik, ahol az éves átlag hőmérséklet 0 Celsius fok alatt van. Miért is veszélyes ez? Egy hosszú repülés során nagy magasságban, kemény fagyban, 720 km/h sebességű szélben a repülőgép üzemanyaga megfagyhat, és a baleset elkerülhetetlen lesz. Tibet rendkívül ritkán lakott terület. Az infrastruktúra ezen az ordvidéken fejletlen. Más szóval vészhelyzet esetén nincs esély a leszállásra, mint ahogy arra sincs, hogy megtalálják a gépet. A hegyek miatt itt nem igazán működik a radarszolgáltatás. És mégis a fejlődéssel a légiközlekedés is elérte ezt az ordvidéket. Az első tibeti repülőtér megépítésére, a kockázatos légiútvonalak megszervezésével kapcsolatos kísérletek és hibák sorozata után került sor. 1956. májusában Damsung megye délnyugati részén 4200 méteres magasságban egy kis repülőteret építettek. Az első repülőgépek, amelyek ideérkeztek, szovjet II-12-esek voltak. Ide repülni sokáig hőstetnek számított, a repülőtér jó ideig nem is létezett hivatalosan. A rendszeres járatok 1965-ben indultak. A lászai Gongár légikikötő Tibet fő repülőterévé és a helyi légiközlekedés csomópontjává vált, több tibeti belföldi repülőteret köt össze. Gongár a tengerszint felett 3570 méterrel fekszik. A kifutópálya 4000 méter hosszú. Erre a ritka levegő miatt van szükség. Lhasa Gongar a világ egyik legmagasabban fekvő repülőtere. A repülőtértől 30 kilométernyi távolságban már 5-6 ezer méterre emelkedő helyek sorakoznak.
2010-ben egy másik magasan fekvő repülőtér nyílt meg Tibetben, Ngari Gunsa. A tengerszint felett 4274 méter magasan fekszik, és elsősorban a hadsereg használja. És bármennyire is optimisták a kínai hatóságok a tibeti repülés eredményeit illetően, a fennsík feletti égbolt még mindig kihalt. Mert ugyan változik a modern repülés, a tibeti fennsík veszélyei, a kritikus magasság, a nagy turbulencia, az erős szél és a kényszer leszállóhelyek hiánya továbbra is meghatározóak a légiútvonalak kiválasztásakor. A polgári repülés magas szintű biztonsági követelményei miatt az égbolton nagy óvatossággal kell közlekedni. Végül is könnyebb több üzemanyagot és időt ráfordítani, mint veszélyeztetni az utasokat. Mára ennyi volt. Tudtok más repüléstilalmi zónákról? Meséljetek róluk a hozzászólásokban, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!